Szerintem már ugye az első fél időben is sikerült sok helyzetet kialakítanunk. Ugye ők próbáltak távol tartani minket a kapujuktól, egyértelműen nem akartak gólt kapni, és kontrára építették a taktikájukat. Hál' Istennek ezeket sikerült nagyon leredukálni, ezeket a kontrás támadásoknak a számát. És mondom, az első fél időben már voltak lehetőségeink gólszerzési, akkor már úgy éreztem, hogy egy kicsit fáradnak, meg ahogy hallottam, így egymás közt azt beszélték, hogy hát igen, meleg van, meg jó lenne kihúzni ezt a meccset, és hál' Istennek a második fél időben itt jöttek a tőzsgyökeres kispestiek, és nem tudom, átment valahogy a gólvonalon a labda. Hát alakítottunk ki helyzeteket, tehát úgy érzem, hogy ezzel az 1-0-val azért elégedettek lehetünk így a párharc során. Nem biztos, hogy az ellenfél egyébként szomorú emiatt, de szerintem ez azért előnyt jelent nekünk a második mérkőzés előtt. Első nemzetközi mérkőzéseden léptél pályára. Hogyan élted meg? Nagyon jó érzés volt, élveztem minden pillanatát. Próbáltam csinálni azt, amit a mester kért. Szerintem ez nagy részben sikerült is. Kemény csapatmunkával elértük azt, amit szerettünk volna, és nagyon örömmel váljuk a hétvégi mérkőzést. Az első fél időben nyomott a Honvéd, azonban mégsem jött a gól. Mi hangzott el a szünetben? Mit kért Supka Attila tőletek? Hát, hogy folytassuk ugyanígy. Próbáljuk meg minél többször bejuttatni a labdát az ő 16-osukhoz. Ahogy mondtam, ez, hogy a második fél időben gól is lett belőle, mondom, lehet, hogy annak is köszönhető, hogy azért az első 60-70 percet mi próbáltuk ugye beszorítani őket a saját kapujuk elé, és azért előbb-utóbb, mint kiderült utóbb, azért sikerült megtörni őket, bár ez egy pontrugás volt, de azért sok lehetőségünk volt, úgy érzem. Tehát mondhatni, hogy lépésről lépésre talán sikerült egy kicsit felőrölni őket. Aztán mondom, ez még csak az első mérkőzés volt, tehát örülünk, de ez még semmi, hiszen a második meccs az egy más dolog lesz. Az előny nálunk van, de talán egy kicsit játszhatunk is ezzel majd, de azért veszélyes is tud lenni, tehát mindenképpen jó második mérkőzésre van szükségünk ahhoz, hogy tovább juthassunk. A hétvégén az NB1-ben is bemutatkoztál, a haladás ellen az látszott, hogy nem vagy az izgulós fajta. Nagyon jó volt, kaptam sorba az üneteket, hogy nagyon szép mozdulat volt, nagyon örültem neki, de még nem kell szállni, csinálni kell alázatosan tovább, és majd amikor nagyobb dolog történik, akkor lehet rám mondani valamit, hogy nagyjából letettem valamit az asztalra. De izgultál mielőtt pályára küldött Supka Attila? Nem, bíztam magamban, most nem kaptam azt a sok játék lehetőséget, de próbáltam élni vele, próbáltam nyomot hagyni, sikerült szerintem. Azt láttuk, hogy nagyon nehéz feltörni ennek a luxemburgi csapatnak a védelmét, főként ugye pontrugásokból, ahogy a gól is született, illetve rögzített szituációkból volt veszélyes a csapat. Erre lehet számítani a visszavágón is? Azért itt most szinte hatan védekeztek a saját 16-osuknál, az átlövésekkel is próbálkoztunk, tehát azért záporoztak a labdák a 16-osukhoz igazából. Talán lehetett volna gördülékenyebb is a játékunk, ahogy elkezdtük a labdát járatni, és ahogy megérkeztünk az ő térfelükre. Ott talán még javíthatunk, de mondom, szerintem a másik mérkőzés azért egy más történet lesz, hiszen ugye nekik jönniük kell, igazából nem gondolom, hogy fejveszve jönnének, de ott bármi megtörténhet, tehát ott azért egy új történet kezdődik, és szükség lesz mindenképpen, hogy mi azért oda koncentráljunk, mert anélkül nem fogunk tovább jutni. Megnézzük a videót, kielemezzük a meccset, hol voltak a rések, ahol még jobban meg tudjuk venni ezt a csapatot, megpróbáljuk még jobban feltörni a védelmüket, nagyon kompaktak voltak, de meg tudjuk őket befogni. Danilo remek formában van mostanában. Az ő hiányát mennyire érezte meg a csapat? Az ő pótlása mennyire volt nehéz? Itt már mindenki pótolt mindenkit, tehát itt ugye a szezon elején is már, ahogy mondtam, az újak, mi pótlékként jöttünk, vagy pótlásként jöttünk, aztán minket is kell pótolni, tehát itt tök mindegy, itt aki játszik, az azért
támad. Ugye mindenki beszél arról, hogy hát igen, meggyengültünk, mert ennyi gól elment meg annyi, de azért maradt egy-egy gólocska bennünk, nálunk. Tehát itt igazából itt ilyenkor kicsit más, hogy alakulnak az erőviszonyok, az elosztás, hogy kinek mi a feladata. Hát eddig azért alakulnak a dolgok, úgy érzem, tehát, és az a jó, hogy vasárnap ismét bizonyíthatjuk, hogy itt akárki játszik, azért megyünk a győzelemért, mert mindig valaki odaér a kapu elé, és valakit ünnepelhetünk, tehát továbbra is ez a célunk. Most az, hogy a játékos politikánk az ilyen vagy olyan, hát az majd az illetékesek foglalkoznak ezzel, most mi élvezzük a pályán ezeket a aprócska gólokat és győzelmeket.